Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A vendégem Szabó Zsolt. És el kell, hogy mondjam, hogy azért van itt, mert hogy nekem is, mint ahogy azt hiszem, hogy aki a művészetet kedveli, vonzódik hozzá, van egy meggyőződésem. Nekem például az, hogy a selfie egyekkel terhelt világban igenis szükség van a fotóra. A fotóra, mint a pillanat művészetére, mégpedig olyan fotókra, amelyek megtartják ennek a művészetnek a rangját, és Szabó Zsolt ennek a képviselője. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Üdvözöllek én is és mindenkit. Ugye az alap, hogy Öreghegyen volt egy kiállításod, amelyről mi is beszámoltunk természetesen, azt hiszem, hogy nagy sikert aratott, és én felkaptam a fejem, hiszen nem ismertem a munkáidat mindez idáig, és rácsodálkoztam bizony, hogy ezek nagyszerűek. Hát erről beszélgessünk, de talán inkább kezdjük a miérttel. Miért dönt úgy egy fiatalember, hogy fényképezőgépet vesz a kezébe? Ez borzasztó egyszerű kérdés, de sok mindenkinek feltettem, ugyanakkor mindenki mást válaszol természetesen. Mi az indítatásod? Van ennek egy hosszabb és egy rövidebb verziója természetesen. A rövidebb verziója az, hogy az, amit csináltam előtte, úgy éreztem, hogy az a megjelenítés és önkifejezési forma az egy kicsit változott bennem, nem volt annyira tökéletes, és ezért választottam a fotográfiát. Hozzá kell tennem, hogy én annak idején nem az analóg világról kapcsolódtam hozzá ehhez a kifejezési módhoz, hanem már eleve a digitális részébe csöppentem bele. A picivel hosszabb verziója az, hogy én már gyerekkoromban is rajzoltam, és aztán ez a rajz vágy, illetve ez a kifejezés, ez megmaradt. És volt egy pillanat, amikor ez ismét jobban a felszínre került. Én éltem külföldön, és ott egy nagyon aranyos időtöltésként kezdődött az egész, mert színháznál parkoltam autókat. És a jegyekre, amiket az ember odaadott az érkezőknek, amire már nem volt szükség, ilyen apró non-figuratív dolgokat kezdtem el rajzolni. Ez nagyon jó kikapcsolódás volt, illetve könnyebben telt ez a másfél óra. Aztán ezek, amiket nagyon megszerettem belőlük, azokat elvittem haza, felnagyítottam és átrajzoltam tussal. Aztán ez a tussrajzolás, ez tovább gördült, és egyfajta ilyen zen állapottá vált akkor, amikor ezt csináltam. Nagyon jól esett újra és újra ebbe belekerülni. Ezekből elkezdtem egyre többet és egyre nagyobbakat rajzolni. Aztán úgy éreztem, hogy a kezem és ez a fekete-fehér világ, ez nem teljesen fejez ki mindent, ezért vásároltam számítógépet. Személyi számítógép, különböző szoftverek használata, és aztán ez vezetett oda, hogy grafikai tervezéssel is kezdtem el foglalkozni akkor, amikor visszajöttem Magyarországra. És annak idején még jóval nehezebb volt megtalálni azokat a fotókat, amelyek esetleg szükségesek lettek volna egy-egy munkához, vagy képeslaphoz, vagy egy weboldalhoz. És úgy döntöttem, hogy itt van a digitális technika. Igen, aki esztétikai értéket hoz létre, már pedig a fotó ezek közé tartozik mindenféle értelemben, annak azért ugye te egy gondolkodó fotós vagy, gondolkodó ember is. Tehát, és hát annak, aki ráadásul nem kóstolt bele az analóg világba, annak azért a digitális az új, természetesen, viszont könnyebben tanulható. Nem tartottál attól, hogy a technikai hiányosságok a károdra, mármint a fotók kárára válnak? Akkor nem gondolkodtam ebben annyira, viszont magával ragadott azt, hogy ez mennyire gyorsan történhet, illetve hogy mennyivel több eszköz van az ember kezében a digitális fotók felhasználásánál, illetve formálásánál arra, hogy az önkifejezés hogyan valósuljon meg. Egy-egy képpel akár különböző verzióiban különböző dolgokat tudunk üzenni, vagy akár fordítva is, hiszen ezek a dolgok is üzennek az ember számára a
készítőjének is. Hiszen az alkotó fantázia végtelen, egyébként láthatjuk itt a képeken is, zömmel, és árulkodik az emberről is. Ez azt jelenti, hogy stílus tanulmány egyébként maga egy ilyen kiállítás, hogy milyen sok színű tud lenni. Tehát amikor azt kérdezem tőled, hogy hogyan választottál magadnak stílust, az Szabó Zsoltos? A te minden egyes mozdulatod, ami egyébként visszatükröződik a képeiden? Azt hiszem, hogy ez a stílus is megtalált engem valahol. Az elején nem volt annyira tudatos maga a döntés, hogy én ilyen vagy olyan szeretnék lenni. Viszont észrevettem magamon, hogy a végeredmény az mindig valamennyire összehasonlítva a korábbiakat egy irányba mozdult el. Tehát ilyen formán kétségtelen, hogy elkezdett kialakulni egy stílus, ami most már, mivel hogy elég sok képet készítettem, olyanokat is, amelyek alkalmazott fotográfia terén kerültek úgymond napvilágra. Ebből is látható és számomra is érezhető az, hogy ez most már valóban egy stílus. Arról én meggyőződtem, hogy gondolkodó fotós vagy. Mondom ezt azért, hiszen itt láthatták a nézők is, hogy ezek voltak éppen általában köznapi történetek, köznapi helyzetek, a távolság, az ember, a tárgy kapcsolódik egymáshoz mindenféle értelemben, és mégis más. Hogyan állandó készenléti állapotban kell lenni, hogy kitaláld azt a motívumrendszert, amit aztán elénk társz? Vagy honnét jön a gondolat? Néha megfordítható ez, mert hogy az állandó készenléti állapot az talán én úgy fogalmaznám, hogy állandóan próbálok jelen lenni. És ezzel a jelenléttel megérezni és megragadni mindazt, ami körülöttem van. Régebben sokkal többet jártam egyébként fényképezőgéppel a kézben, és azt hiszem, hogy amikor az emberek általában elkezdenek fényképezni, akkor ez jellemző mindenkire. Van egy időszak, amikor mindent meg szeretnénk ragadni, ami körülöttünk van, vagy látunk fotókat, festményeket, ami alapján egy-egy impulzus generálja azt, hogy miért szeretnénk létrehozni egy képet. De ahogyan ezek a képek születtek, ezek valóban inkább a jelenlétről szólnak. És számomra egyre fontosabb így az évek múlásával egyre inkább, sőt az az irány, amelyre most haladok, az főleg erről szól. És sokszor előfordul, hogy csak érzem, hogy ott kell lenni, érzem, hogy le kell nyomni azt a gombot, vagy várni, és akkor történik valami. Nem minden pillanatban tudom ott akkor, hogy ami megszületett, vagy amit megragadtam, az mennyire értékes, vagy minden egyes gondolatát, mondani valóját le tudom fordítani. Szerencsére a későbbiekben, amikor ez elém tárul, akkor erre van lehetőség és idő. Hát igen, No Man Is No Man, ugye spektrumaim. Igen. A színképek, választék és lehetőség. Viszont hogyan kell megközelíteni a jelenséget? Hiszen a jelenséget ábrázolod, és ha én azt gondolom, hogy tisztelettel, ezért vagyok selfie ellenes egyik oldalról, tisztelettel, tehát nem lehet mindig csak vigyorogva, röhögve készíteni képet, a selfie erről szól meggyőződésem, és a pillanatról persze ezzel nekem semmi bajom nincsen, csak túl sok. Tehát akkor a jelenség. A jelenség a legfontosabb a fotóművészetben. Most ahhoz érzékenyen kell közelíteni, ez nyilvánvaló. Ez az érzékenység, ez láthatóan megvan, vagy legalábbis én azt érzem, hogy bennem megvan. Illetve az alázat is. Ez nagyon sokszor működik olyan élethelyzetekben is, amikor mondjuk embereket kell fotózni, vagy olyan témát, olyan történéseket, amihez nem biztos, hogy mindig kapcsolódnék a magam világa szerint, de számomra úgy működik a legjobban, hogy áthangolódok erre, illetve ismét azt fogom használni azt a kifejezést, hogy jelen vagyok, próbálok jelen lenni, és átélni mindazt, ami ott történik, és csupán egy külső megfigyelőként, de mégis részeseként az egésznek a maga legnagyobb alázatával és tiszteletével megragadni azokat a pillanatokat, amelyeket én fontosnak érzem. Színek, essék szó a színekről, színképekről, fekete-fehér, és váltakoznak a színek, tobzódnak, ahogy tetszik.
kontrasztok nem különben. Ezeket hogy lehet a kötöttségek feloldásával használni? Mi múlik az, hogy most fekete-fehér vagy színes valami? Először minden színes, legalábbis így látunk kétségtelen. De az utómunka során dől el bennem mindig, hogy mit válasszak, milyen, akármilyen formavilágot, vagy a vágások által hogyan változtatom meg azt, hogy mire fókuszáljunk. Azt hiszem, hogy az ember egyfajta intuícióval, hogyha megközelíti ezeket a dolgokat, akkor ott abban a pillanatban eldőlhet, hogy miért a szint választja, vagy miért a... A szerencse kérdése is, mert a szerencsefaktor azért benne van, tehát a pillanat, de viszont az egyértelmű, ugye, hogy tudatosság nélkül nem megy. Ez így van. Vagy legalábbis azt hiszem, hogy ez előbb az ember ráébred arra, hogy a tudatosság mennyire fontos benne, illetve hogy a tudatosság jelen van. Kétségtelen, hogy a mai világban döbbenetes mennyiségű fotót lehet készíteni akár egy perc alatt, és tárhely is létezik, kártyák is vannak arra, ami mindenféle technikai eszköz adott arra, hogy ez megtörténhessen. De ebben a nagy dömpingben is a tudatosság nélkül valószínűleg elég nehéz, vagy szinte nem lehet jól választani, hogy mi az, ami valóban értékes legyen. Ez voltak éppen egyfajta játék az élességgel, az elmozdulásokkal, ugye a funkcionalitással, mert azért van olyan, aminek funkciója van értelemszerűen, tehát nem csak egy művészi kivagyiságból készül úgy, ahogy elkészül. Túl lehet lépni a naturálisan? Ez azért fontos kérdés, tehát azon a naturális szemléletmódon, ami általában a fotót jellemzi, hát egyik ágazatát mindenképpen. Mert te túlléptél, az egyértelmű. Ezek szerint túl lehet. Ezek szerint biztosan, hogy túl lehet. Azt hiszem, hogy nem olyan nehéz. Kétségtelen, hogy ez egy folyamat. Ha a saját fotóimat és képeimet nézegettem, vagy nézegetem akár a múltból pár évvel ezelőttieket, vagy még régebbieket, akkor már eleve érezhető az, hogy ezek a lépcsők hol vannak, és mennyiben változtam én, illetve a viszonyulásom ahhoz, hogy mit szeretnék megjeleníteni. Azt hiszem, hogyha az ember kellő nyitottsággal közelít ezekhez a dolgokhoz, akkor ez az átlépés, ez nem olyan nehéz, illetve lehet, hogy fel sem tűnik, amikor megtörténik. Mi a tapasztalatod? Most már bizonyos értelemben elég régen csinálod ahhoz, hogy meg tud ítélni, hol tart ma a fotóművészet. Merre indul? Kovádis? Az egyik ága azt hiszem, hogy továbbra is az énről szól, illetve a mai világról szól, tehát hogy ez a selfie megközelítés a maga művészi formájában is jelen lehet, és lehet értékes. Ismerek olyan fotóst, és ismerek sok olyan megszületett művet, ami ezt így nagyon, nagyon kiemeli. Érzékelhető az, hogy egy kicsit visszafele is tekintünk az időben. Értem ezt az analóg fotózás, úgymond reneszánszán, ahol mindenképpen szükséges is volt ahhoz, hogy hogy az emberek sokkal többet és jobban gondolkozzanak az alatt a pillanat előtt, miért lenyomják a gombot. És nem látható azonnal a végeredmény. Tehát ez egy teljesen más megközelítés. Én azt érzem, hogy ez tágulóban van ez a dolog. Kétségtelen, hogy van egy mainstream vonal, ahol dömping van, és vizuális kommunikációban létezünk, ami a maga előnyével és hátrányával is vizsgálható, de azt hiszem, hogy ezután a kezdeti robbanás után ez nagyon szépen elkezdett és elkezd szelektálódni, és különböző ágazatokra. Te hol tartasz? Én azt hiszem, hogy talán ezt említettem is, egyfajta befelé tekintés van mindenképpen, és a befelé tekintés visz és vezet arra, amit megragadok, vagy amit szeretnék megragadni, illetve amit szeretnék közölni. Sokkal jobban foglalkoztatnak a mélységek, mint ahogyan az ezelőtt, illetve hát ez egy folyamat.
ami változik. Egy Susan Sontag idézetet hoztam, tulajdonképpen ezzel kellett volna kezdenem, mert ez zseniális ez a mondat, és ide illeszkedik mindenféle értelemben. Mallarmé, a legmódszeresebb elmélyű 19. századi esztéta azt mondta, a világon minden avégből létezik, hogy könyv váljék belőle, ma minden avégből történik, hogy fénykép váljék belőle. Ugye Susan Sontag mindenféle értelemben nagyszerű volt, minden művészeti ágban teszem hozzá. Én is ezt tapasztalom egyébként, hogy minden avégből történik, hogy ezt megörökítsük, lehetőleg hitelesen, vagy ha kellően rátartiak vagyunk, akkor elvegyünk belőle, ha szükséges, vagy hozzátegyünk éppenséggel. Igen. Erre való a Photoshop és a többi fototechnikai eljárás. Nos, ez milyen mondat? Valóságos? Igaznak érzem. Abszolút igaznak érzem. Olyan mennyiségű lehetőség és technikai eszköz áll arra rendelkezésre, hogy ki a saját ízlése szerint formája és közlési vágya szerint alakítsa azokat a pillanatokat, amit fontosnak érez és megragad. Hogy ez kétségtelen egy nagyon-nagyon fontos és jó időszak az emberiség életében, illetve történelmében. Nekem tetszik, amerre tart. Kétségtelen, hogy biztos, hogy tagozódik, kétségtelen, hogy nagyon sok olyan feleslegesen létrejött terméke is van, ami csupán a pillanatot szolgálja. Most tegyük hozzá, hogy nagyon sok minden egyébként erről szól. Hatalmas mennyiségben és hatalmas lendülettel fogyasztunk. És minden a vizualitás. De nyilván a fontos az ember, a távlatok, a mozdulatok és ennek megörökítése. Ennek tükrében készülsz. Ugye láttuk ezeket a képeket. Ja, nem is, inkább még előtte, hogy erről, tehát a távlatokról beszélnénk, a rajzra térjünk vissza továbbra, és rajzolsz, itt láttuk egyébként a képeket, legalábbis azt a néhányat, ami ott volt az Öreghegyi Közösségi Házban. Most már a Fanta Villa titka marad, mert hogy már nincs fönt, de nagyszerűen rajzoltál. Azt folytatod egyébként? Igen, nem olyan régiben újra elkezdtem ezt, illetve a fotóimból egyértelműen egyfajta impresszió jön le mindig, és maga a festészet is elkezdett foglalkoztatni. Egyelőre ennek még fizikai megnyilvánulása nincs, de belülről kétségtelenül van egy ilyen elmozdulásom ebbe az irányba is. Az impressionista festészet foglalkoztat leginkább, ami biztos, hogy egy új izgalmas szakasza lesz az alkotói tevékenységemnek. A rajz egy nagyon-nagyon jó és nagyon egyszerű dolog, amely szinte bármilyen pillanatban elindítható, és számomra továbbra is ugyanazt nyújtja és adja, mint amit az első pillanatokban, illetve mint amit azokon a képeken vagy rajzokon látni lehet. Tehát akkor a fotó marad, a kérdés nem ismétlem meg, tehát mire készülsz? Hogyan, ez is tudatos, hogy ugye ez a kiállítás teljes anyaga megvan, ez nyilván majd másutt is látható lesz, ugyanakkor hát a folyamatos munka híve minden alkotóművész, hiszen nem állhat meg. Így van. A fotó biztos, hogy szintén meg fog maradni. Eddig is szerettem utazni, illetve hogy ez bizonyára nem változik meg továbbra sem. Nem olyan régiben is, bár nem eldöntötten az elején, de utaztam egy pár hónapot, és nagyon-nagyon fontos lenyomatai ezeknek az utaknak a saját életemben. Van olyan fotó is, ami ott készült, és ami a kiállításon is a falra került. Ez mindenképpen mozgat továbbra is, tehát valószínűleg nem fogja kizárni egyik a másikat, hiszen ugyanúgy az utak során is fogok tudni festeni és rajzolni, és a fényképező és a gép továbbra is ott lesz. Az is elképzelésem, hogy akár ezeket kombinálom egybe, és meglátjuk, hogy... De az út az fontos. Az út az lényeges. Út nélkül.
No, akkor én bizonyos értelemben jó utat kívánok, hiszen jó utat jársz, azt mi személyesen tapasztaltuk. Ha lehet azt mondanom, hogy akkor ne hagyd el ezt az utat, bármerre is vet a sors, bármerre is indulsz útnak. És hát köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Remek volt ez a kiállítás, és várjuk a következőt. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és köszönöm szépen. Igyekezni fog. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Szabó Zsolt volt. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!